Egy demokratikus kormány megkérdezi a honpolgárok véleményét, mondta tájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormány megbízott. Kozma Péter azt mondta, meggyőződése, hogy az október 2-ai népszavazás tétje nem bel- vagy pártpolitikai jellegű, itt a leglényegesebb a választópolgárok vélemény kifejtése. A kormány megbízott szerint a népszavazásnak azért is van tétje, mert a kvóta következménye lehet egy újabb menekült áradat. Mindenkinek van nem egy, adott esetben 4-5 felesége, családja. Mert hogy az iszlám világ az más kultúrkör, más szokások, és más szemlélet. Éppen ezért tehát a Szabolcs-Szatmár megyei kormányhivatal kormány megbízottaként arra hívom fel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egymás iránt szolidáris közösségeiket, szerető, a megye hagyományait, értékeit, megbecsülő polgárait, hogy vasárnap menjenek el szavazni, és szavazzanak nemmel. A kormány megbízott az érpataki helyzetről is szólt, mint ismert, a közelmúltban feloszlatta magát a helyi képviselőtestület. Kozma Péter kiemelte, a testületi ülésről jegyzőkönyvet kell küldeni a településeknek. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a napirendi javaslatot, valamint az elfogadott és megtárgyalt napirendeket is. A kormány megbízott elmondta, az ülésvezető polgármester nem tette fel az írásban kiküldött napirendi pontokat szavazásra, azt a testület el nem fogadta, így elfogadott napirendi pontok hiányában tartották meg a tanácskozást, amely jogilag nem minősül testületi ülésnek, így érvényes határozatot nem hozhattak a testület feloszlatásáról.